Szervusztok, srácok! Nézzük meg ezt a Hitman 3-at, ami most már a Hitman World of Assassination nevet viseli. Ez azért van így, mert 2023. januárjától teljesen átbrendelték itt az egészet, és ez a játék már magába foglalja az előző Hitmaneket is, a 2018-as Hitman 2-t, illetve a 2016-os Hitman nevezetű játékot is. Hát náluk is szeretnek hasonlóan újra használni neveket, Hitman 1, 2, 3, hiszen ugye volt korábban az első Hitman, az a 2000-es években jelent meg. Viszont ez a játék most már az IO Interactive saját kiadásában, szóval most már függetlenedtek a kiadóktól, és hát úgy néz ki, hogy ez meg is érte nekik, mert egyesek szerint ez az egyik legjobb lopakodós játék, és megnyerte a 2022-es Steam Awards-on a legjobb VR játékot. Game of the Year lett VR játékban. Ez egy lopakodós, TPS nézetes lopakodós, bérgyilkos játék amúgy. A 47-es ügynök a társaival levadásza a Providence nevezetű titkos szervezetet, fejeit, akiknek globális befolyásuk van, és részben felelősek a 47-es ügynök létrehozásáért és nevelésért. Fú, itt a beállítások egyébként maxon vannak, 1440p és remélhetőleg minden maxon van. Annyi, hogy nincsen motion blurünk. Megnéztem így a benchmarkot is, és jónak tűnt a dolog. Lesz magyar felirat is, de ez inkább magyarítás, ez ilyen gépi magyarítás, tehát nincs alapból magyar felirat a játékban, gépi magyarítást használok hozzá, hogyha ez esetleg valakinek kérdés lenne. Szóval itt minden kívás, minden küldetés kívásokat kínál, tervezéssel indul minden, álcázni is tudjuk magunkat mások cuccaiból, illetve lehet kodozni is, hogyha valaki úgy gondolja, viszont annak ebben a játékban semmi értelme. Tehát, hogy ha mindenkit lelősz, az annyira nem jó, hiszen büntetlen. Például büntet a játék az ártatlanok megüléséért is, vagy hogyha éppen lebuksz, hogyha észreveszi egy NPC vagy egy kamera, hogy megölted a célszemét, és hogyha mindezt a bérgyilkolást jól végzed el, akkor a teljesítésért jó cuccokat lehet majd feloldani. 6 bejárható pályával indult egyébként a játék, ez folyamatosan bővült egyébként a későbbiekben. Van Dubai, Berlin, a Kárpátok is elérhető, igaz, az egy kisebb pálya. Vannak kampányok, a sima kampányok, tavaly bejött ez a freelancer mód is, ez ilyen roguelike mód, ami ugye a kampány után, a kampány epilógusa után veszi fel a fonalat. Itt ugye nem segít az ügynökség, nincs mentés, viszont a 4 szindikátusi vezetőt kell likvidálni. Illetve vannak ilyen időre teljesíthető játékmódok is, ez az elusive target, ez olyan, hogy célpontról célpontra nehezebb lesz az egész, és hogyha elbuksz, akkor 12 órát várnod kell, hogy újra próbálkozz. Bizony. Szóval jó pár DLC és ingyenes frissítés, pályák és játékmódok jöttek a játék megjelenés óta a gamehez. 2021-ben jelent meg évelején, és egy évig volt Epic-en ingyenes, exkluzív, szóval Steam-en csak 2022-től volt elérhető. Azért is láthatjátok azt az oldalon. Ez egy 70 eurós játék egyébként, és most március 22-től április 21-ig van egy event, ez a Sean Bean-es event. Erre érdemes lehet ránézni. Nagyon jó a VR támogatása a játéknak, nem is véletlenül nyerte meg azt a díjat, és az IO Interactive, akik ugye csinálják ezt a játékot, ők 2020 novemberében jelentették be, hogy készülnek egy 007-es játékkal, illetve tavaly évelején azt is mondták, hogy még egy online fantasy RPG-t is csinálnak. Úgyhogy úgy néz ki, hogy nagyobb fába vágták a fejszéjüket. Igen, ebben a World of Assassination-ben elérhető a Hitman 1 és a 2 is, hogyha minden igaz. Hát a Hitman 1-et
a Hitman 1 nevét viselő, az 2016-os, viszont az első Hitman, aminek az volt a neve, hogy Hitman Codename 47, az 2000-es. Jaja. Hát majd később. Később oldunk fel ilyen öltönyöket. Ajándéktárgyak. Jó. Szóval később megcsináljuk. Jó, és ami nekünk kell, a prológus. A prológust akarjuk csinálni. Úgy indít. Azt hittem, hogy itt meg lehet nézni ezeket a célokat, de látszólag semmi. Üdv mindenkinek, srácok, szevasztok, szevasztok. Remélem, jól látszik a felirat. Jaj, akartam még nektek betenni a chatre egy linket. Jó. Na és most jól ki is spináltam nektek ezt az üzenetet, hogy hol lehet beszerezni Steamen, ha esetleg nem találnátok. Lehet futni. Jól látszódik a felirat, srácok? Nekem a legutóbbi Hitmanem, amivel játszottam, az valami prológusa volt a Hitman 2-nek még 6 éve. Diana is elkísér a kabinunkba. Köszi a visszajelzést, srácok. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the handler program. Agents and handlers work in unity. You know the expression, know your enemy? Well, that part is my job. Knowing your enemy is only half the victory. I know. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose field work never is. Tell me, what did it feel like? Milyen érzés életeket elvenni? Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Jól emlékszem, hogy amúgy I'm not the only one being tested. Volt Hitman film. Well, we are here. Basic training starts at 0600 hours. I should leave you to prepare. Kettő is. Are you sure about this? I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I choose him. May I inquire why? A blank slate? Antisocial? Apathetic and unresponsive? No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Welcome to Advanced Mission Training. This operation originally took place in Sydney. The target was Calvin Ritter, infamous cat burglar, also known as the Sparrow. You will need to infiltrate the yacht, isolate and eliminate your target and exfiltrate. All without arousing. Be kell épülnünk a jachtra. And remember, as an ICA agent, you are the most dangerous person in any room. But blunt force will get you nowhere in this business. And a true assassin never calls attention to himself. Egy igaz bérgyilkos sose hívja fel magára a figyelmet. Annyit elfelejtettem még nektek mondani, hogyha így. As previous tests have established, you exhibit an unusual level of enhanced sensory perception. Use your instinct now to sense the position and movement of people around you and identify your target.
Szóval, hogy akinek így volt progressz a Hitman 1-be és 2-be, az elvileg átoszható ebbe a 3-ba. Na, ez amúgy jó lesz. 43 FPS-ünk van. Kontrollal van visionünk. Keresse meg a célpontot. Hát ez gyakorlatilag a fullos grafikának a fullos verziója. A ray tracing-el meg ilyenek. Nekem nagyon ismerős ez a mission. Ott van, amúgy ott van a célpont. A biztonságiak nem engedik, hogy ebben az öltözetben oda menjünk. Tegnap vetted meg a Last of Us Part 1-et és nagyon jó a hangulata? Hát ezt jól meg is jelentek. Ez a Hitman 1-nek a küldia? Akkor lehet, hogy azért ismerős. Megragadtuk. Álcázzuk magunkat. You put on his clothes. That's a first. Might just work though. People do tend to see uniforms, not faces. Be cautious though. Some people are more observant than others. Not bad initiate. Eltörni a nyakát. If we move on, I suggest you hide your tracks. You have a much greater chance of success if your actions go undetected. The toilet should do the trick. Azt nézzétek, hogy húzzuk ott. Ez egyébként egy fontos lépés a Hitman játékokban, hogy ha így átöltöztünk, akkor ne keltsünk így gyanút. Ott vagyok. Szerintem jól áll. Nem jönnek rá a biztonságiak, hogy én vagyok az, aki az előbb. Milyen szedbe voltunk ott? Taktikai gardóban. Ez a nagy vértócs szerint annyi, hogy kiömlött a kávé. Erről nem lehet megállapítani, hogy ez most itt vér vagy kávé. Szerintem kávé. Vagy olaj. Meg hát mi ugye nem megöltük, hanem csak elvettük az eszméletét. A játék automatikusan ment, tudunk menteni manuálisan is. Jó. Te Jézusom, amúgy tényleg, mintha minden lépésnél mentenem. This particular uniform should get you access through the staff entrance. Just act normal. Ja, hát nem is a biztonságiaknál megyünk be. Hello. Csumi. A fenyegetés ikonnal megjelölt emberek gyanúsnak fognak minket találni. Szóval nem szabad, hogy észrevegyenek. A fehér pöttyös emberektől óvakodjatok. Hangsúlyozom, srácok. A fehér pöttyös emberektől óvakodjatok. Hold on. That mechanic with his back turned, he's what we call an enforcer. Enforcereknek hívják ezeket. Ismeri a csapatát és átlát az álcán. Right. Now for the tricky part. Start by locating your target. Intel suggests he's around the bar area. You're in. Well done, initiate. So much love and care. It's okay. If this is what Mr. Ritter's yacht looks like, megragadni. Hát azt a gombot nem nyomjuk meg. Ez szerintem fontos lesz, srácok. Helyszín. Hú, miből lehet a helyszín egyébként? Hey, how are you? Lész. Felfedeztük, srácok, a konyhát. Ha a tompa tárgyakkal dobálod az embereket, azzal kiütöd őket, nem pedig kiiktatod. Ha megtalálják őket, akkor fel is ébresztik. Ha, érdekes. De most azt mondod... Can I help you? What's that? What are you... Well, that's gonna leave a mark. Good thing we have insurance. Jachlegénység. Ez tetszik egyébként. Tetszik egyébként ez a záruha.
gyorsan bedobjuk őt a hűtőbe. Hát biztos nem lesz semmi gondja. Egyébként. Hiányzó méreg. Igen, mert hogy ugye úgy is meg lehet ölni a célpontot, hogy megmérgezed a kaját. Mondjuk, hogy azzal hogy fog egyébként pont a célpont meghalni, és nem random dúdok, azt még ugye nem tudom, de hogy igen, ilyen is van. Méreg a nők és a bérgyilkosok fegyveres, srácok. Valaki gyanakszik rá, ha olyan területen látják, ahol nem tartozik, illegális tárgyakat kezel, vagy illegális tevékenységeket végzik, végezzek az őrök megpróbálják letartóztatni, míg a civilek segítséget hívnak. Ez nem jó. Ez nagy probléma. Na hát akkor biztos visszavesszük a másikat, akkor jó lesz. Üdvözlünk mindenkinek, srácok, hali-hali. Na most! Így biztos nem lesz gond. Látjátok? Ott van mondjuk egy enforcer. Aha, szóval ott is hiányzik a méreg. Szerelők nem mehetnek oda föl. Na nézzük. Okay. Unlike mechanics, the cabin crew is allowed upstairs access. I see what you're getting at. Very unorthodox. I like it. Thank you very much. Hi. Okay, na. Target's private deck. Now we're getting somewhere. Ez ingyenes, hát a játék maga nem ingyenes, de van valami ingyenes mission, ami egy hónapig tart. De hogy azt bárki tudja eljátszani, azt nem vágom. Ritter ismeri a csapatát, a pult mögé bújva elrejtőzhetsz. Ez biztos nem lesz gyanús. De egyébként ez nem az ingyenes mission. De egyébként jól tudod, hogy van valami ingyenes. Várjunk és figyeljük a célpontot. Mr. Norfolk, so good of you to fly down. Tehát, hogyha beolvadunk, akkor nem tudják. My sympathies. So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Van számítógép az irodájába. Lead the way. És oda mennek. If we win, you can fix me a drink. Anyway, sounds like Ritter is about to have a private meeting with the general. Fehér ruhás emberrel megbeszélés. Kész van a kabinod. Persze, hogy kész van. Clearly, Ritter doesn't want to be disturbed. Try sneaking around the back. Thing is, I could have sworn it was stolen from the Stuyvesant's private collection in Boston a couple of years back. Well, Stuyvesant broke, didn't he? Hát én nem vágom. Én nem vágom, srácok, a csajnak a hangját, Diana-nak a hangját. Ez Diana, nem? Azt mondja, hogy lopakodjunk be. Hát, ha a játék azt akarja. Illegális tárgy, kiválasztjuk.
Bizonyos tárgyak illegálisnak minősülnek, az aktuális öltözéktől függően kerülje el a gyanút az illegális tárgy elrejtésével. Néhány nagyméretű tárgyat azonban nem lehet elrejteni. Damn it. Almost had it. Have you thought of it yet? Your target is down. Now head calmly towards an exit. Well, Mr. Ritter, I have to tell you, I had you pegged as much more than a person, so I... You have been compromised. Quickly, try and lose them and change your disguise. The red car marks your exfiltration point. Simply, we push the button and you're in the clear. Kompromitáltak, srácok. Csak természetesen. Hol is kell bemenni? Vadásznak ránk. A konyha, ez az. Go somewhere safe. We may have a situation here. Everything is under control. Hát az amúgy szívás volt, hogy pont lebuktattam magam. Én azt akartam, hogy elrejtem a csókát valami hűtőbe vagy szekrénybe. Az volt amúgy a tervem. Csak ha vaciláltam, és hát ez okozta a vesztemet. Lezárási mód? Nem jó. Nem jó a lezárási mód. Ja, hát elrontottuk. Na, vissza is veszük ezt a ruhát. Ezt a ruhát is. Kész. Akkor azt mondjátok, hogy ez a Hitman egynek a küldiem? Advanced mission training complete. And may I say, elegantly done initiative. Haladó küldetés, ses kiképzés befejezve. How did you know? I told you he had talent. His stats are off the charts. Such skills and reflexes. They could only be the result of previous training. Power like that, with no moral restraint, he could be dangerous. Veszélyesek lehetünk. All agents have weak spots, Miss Burnham. Minden ügynöknek vannak gyenge pontjai. To keep them in check. But this one... Perhaps it would be better to just... Give me a chance, sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Very well. It's your show. Welcome back, initiate. As an ICA agent, every challenge you face can be overcome in multiple ways. Complete this exercise again, this time attacking it from a different angle. Most ugyanez a pálya, csak más megoldással. We will be watching. Na nézzük. Szabadformájú képzés, a záró vizsga előtt több időt kap a Ritter művelet gyakorlására, szabadon választhatod meg a megközelítést, és a kihívásokból kiindulva irányíthatod magadat. Jó. Rejts el a célpontot egy szekrénybe. Na tessék. Álcázd magad Norfolknak. Wow. Amúgy ez mennyire menő. Szállj fel a jachtra, biztonsági őrnek álcázva magad. Helyezz el egy fegyvert, és egy őr találja meg. Keresse meg a patkány mérget a 00 fedélzeten. Hoho! A jaktruháruha 00 fedélzeten a kabinba.
Mérgezd meg a célpontot patkány méreggel. Illetve tereld el az őr figyelmét egy generátorra. Dobj egy pénzérmét. Merénylet pedig, hogy öld meg vízbe folytva, szálas drónnal, dróttal, mentőcsónak balesetbe, vagy távoli robbanóanyaggal. Ha, aha. És 2000 pont a motorcsónak baleset. Ott vannak az XP-k, a challenge-ek. Ez amúgy tetszik. Van itt egy érmem. Még egy érme. A dobott érme hatékony módszer a figyelem elterelése, az emberek, akik hallják a hatást, nyomozni fognak, ha találnak egy érmét, felveszik. Jó. Jobb klik, igen, célzás, bal klik, dobás. Köszi. Van itt nekünk lockpickünk. Távoli robbanóanyag. Szálas húzal. Na jó, az érmét kiválasztjuk. Aha, és ott van a csávó. Őt csak el kéne kapni, nem? Hát, aha, szóval ez feltűnt mindenkinek, kivéve a célszemélynek. Teljesítettünk egy kívást, növelettük a mastery levelünket. F1 küldetés információ. Aha, jó, értem, szóval, hogy mindenki amúgy észrevette. Valaki tud rólad. Ha látni akarod, hogy ki, tartsd nyomva a kontrollt. Mi? Ki volt az? Ki volt az? Ki volt az? Ez nem biztonságos? Jó, köszi. Az nem jó. Hát akkor ez újraindítás lesz. Köszi szépen a támogatásodat, Mr. Darkness, a második hónapot. Köszi. Bizó is. Van valami gyors gomba? Aha. Na. Figyelj csak, szerintem... Ja, mondjuk ott a csá... Amúgy ezt ki kell próbálni, srácok. What? What? Szerintem ez így gyanús. Ki volt az?
Oké, ez úgy néz ki, hogy ez nem nyerő ez az ak. Nem tartózkodhatunk ezen a területen. Aha. Aha, jó. Jó. Oké, szóval ez így nem működik, srácok. Egy-hét Szabi. Jó, ja, sokan veszitek ki ezt a hosszú hétvégére a Szabit. És hogyha mondjuk, ha mondjuk, én Csabba akarom ezt játszani. Azt nézem tényleg, hogy ha a középső egér gomba lehet eltenni a dolgokat a fegyverből. Ja, így írták a beosztást a... Hát szerintem ez távol van. Ja, gondoltam. Az a jó, hogy fel lehet venni egyébként az érmét. Jó, akkor nézzük meg ezt. Mi volt az? Aha, és ők meg ezt látják. Jó, akkor azt kell meg... Hát most nyilván így az elején ismerkedünk a mechanikákkal, szóval nem fog úgy menni, hogy azt mondom, hogy így csináljuk, és akkor tökéletes bérgyilkolások lesznek mostantól. Na nézzük. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy nézd csak, érme. És tovább hozzuk mondjuk oda, vagy nem tudom. Gyere csak ide. Baj van. I really can't bother with this right now. Hát ezt nem gondoltam, hogy ez így működni fog. Srácok. Micsoda fegyverek vannak itt. Na, hát ez összejött. Most kéne jönni egy mentést? Azt mondjátok. Mondjuk azt felülírjuk, jó? Na és akkor ugye vannak challenge-ek. Nézzük csak meg a challenge-eket. Kihívás. Vízbefolytás. Igen. Mentőcsónak baleset, és akkor rejts el a célpontot egy szekrényben. Itt van az, hogy találkozni kell, és Norfolknak kell álcázok magunkat. Szállj fel a jaktra, biztonsági őrnek álcázza magad, amúgy ez is tetszik. Helyezz el egy fegyvert, és egy őr találja meg. Patkányméreg, meg kell találjuk a patkánymérget és a jakt crew ruhát. Patkány méreg. Ajaj. Szóval ide nem tudunk jönni, csak úgy. Aha. Jó, hát akkor ezt megoldjuk máshogy. Megoldjuk máshogy.
Itt minden frankó, Mr. Darkness. Itt nem frankó, vártam már egyébként, hogy kitmenezzünk. Szegrények, kukák kiválóan alkalmasak az eszméletlen vagy a halott testek elrejtésére. Az öntudatlan rejtett testek nem ébrednek fel a küldetés időtartalma alatt, a szegrényekbe és a kukákba is elrejtőzhetünk, azonban a lakók száma max 2, miután a holttestet elrejtette, a ruházat még mindig vissza lehet szerezni. Oksa. Na, szóval az a terv, hogy akkor most azt a csomagot ott hagyjuk. Lakók, ugye? A híres szekrény lakók. How are you doing? Na nézzük, ez itt mi? Emetikus patkányméreg. Easy! Az emberek és bizonyos tárgyak méregezhetők. A méregnek három típusa van, emetikum, amitől az áldozat rosszul lesz és hányni akar, halálos, amely rövid idő után elpusztítja az áldozatot, és nyugtató, amely elaltatja az áldozatot. Tehát akkor ez gyakorlatilag a hánytatós. És mi volt még itt? Tehát ugye megvan a patkányméreg, és meg kell találnunk a Yacht Crew ruhát, elvileg az is itt van valahol. Mert az ajt nem szabad kinyitni. Jogellenes cselekedetek nem kívánt figyelmet vonzanak, ha észreveszik őket. Jó. Tehát a biztosíték doboz kikapcsolása az jogellenes. Igen, a halálos is mondjuk elaltatja őket, ez igaz. Engine room. Sorry, ne haragudj. Hol van a Yacht Crew ruházat? Biztos a storage-ben. Egy jó kis csavarkulcs. Ha a fegyvereket találsz, egy őr egy ilyen dobozba teszi őket, ez egy ideig leköti majd. Mi? Hogy mi? Milyen dobozba teszi? Ezt én most nem értettem. Mit akar mondani a játék? Ha kint ledobom, megtalálja, és akkor behozzam. Még egy feszítővas. Jogellenes... Hát ez egy mentésért kiállt. Na nézzük! Szerintetek észrevesznek minket? Ha? Hol van? Generátor... Várjatok, csak volt valami generátor kikapcsolás. Igen. Tereld el az őr figyelmét egy generátorral. Egy generátorral. Activated.
E csak. Jó. Mechanikus. Pillanat. Na itt vagyok, bocsász. Csak hoztak csomagot. Az komoly. Most már lehet nálunk piszta is. Az komoly. És nem illegális az ica sem. Icuska, nálunk van az icuska. Jól van. Na nézzük. Még ugye mindig keresünk egy cuccot. Még mindig van valahol egy kinézet. Ott van. Most már tudjuk ezt is. Jak legénységi ruha, csak ugye ezzel az a gond, hogy hát mindenki tudja, hogy... Jó, nem mindenki tudja. Csak aki itt a folyosó végén van. Szerintetek a jakt biztonsági, az fel tud menni? Amúgy miért is akarok jakt biztonsági lenni? Végülis van egy olyan küldetés, hogy úgy lépjünk fel ide. A jaktra magára. Vajon az beadja, hogyha innen kintről visszamegyek? Szavajóko sensei. Jó, amúgy nézzük meg, milyen challenge-ek vannak még itt. Tehát azt mondja, hogy még hiányzik az, hogy mérgezzük meg a célpontot patkányméreggel, ugye megvan a patkányméreg, helyezzel egy fegyvert, és egy őr találja meg. Hát, még azt ki kéne próbálni. Azt ki kéne próbálni. Szerintetek azt hogy kéne csinálni? Hát, hogyha én mondjuk... ide jövök. Nyomunk egy mentést. Egy nagy mentést. Mi az, hogy XX? Az mit jelentett vajon az, hogy XX? Átváltunk ide. De előtte nyomunk egyet. Átváltunk ide, hogy Ica. Vagy hogy Bartolli. Enter. Eldobás.
Na, és akkor most mondjuk odadobok egy érmét. Na, nézzük csak. Sebastian. Érme. Oké, ott a fegyver. Huh. You stay here, I'll check it out. Jó. Of course I'll stay right here, of course. You gotta be. Seriously, what the fargly HE double hockey sticks is going on? Valami nincs helyén. Jó, ez is sikerült. De nézzük csak ezt, hogy csinálja. Egy valaki van egyébként, aki a biztonság megkerülése, mert ugye így jöttünk föl, tehát még egy challenge meg lett. Hey brother, what's up? És akkor oda viszi be. Ez mikor lehet egyébként fontos? Ez mikor lehet? Ott van amúgy. Ez mikor lehet fontos szerintetek, hogy beviszik a fegyvert? Mert most ezt ugye kipróbáltuk. Ha a saját fegyveredet dobod el neki. Azt értem, de miért dobjam el? Elvegyél ezt a tömegbe, ha elég nagyok, és távolságot tartasz az ellenségtől. Miért akarom, hogy bevigyék a fegyverem, hogyha mondjuk átvizsgálnak? Valószínűleg van olyan, amikor átvizsgálnak. Gondolom én. Van, amikor nem tudjuk meg elkerülni, hogy ne vizsgáljanak át. Jó. Hát, szerintem azért, hogy így ne találjanak nálad fegyvert. Aha. Hát ugye erre még nem mutatott példát a játék. Most ilyen nálunk van a pisztoly. Na, tehát a következő feladatunk az az, igen, hogy megmérgezzük a csókát. Szevavili. Valahogy meg kéne mérgezni a csókát, hogy hányom. Mondjuk így. Egy pohár vörös bor. Tegyük bele a mérget. Ha egy halott vagy mozgásképtelen holttest közelében marad, az valószínűleg gyanút fog kelteni. Hey man, who are you? Who are you? Can you believe this guy? Micsoda, én zöld füsttel szeretem apját. Hülye vagy? Én zöld füsttel szeretem apját. Miről beszélsz? Az is lehet, hogy átdobod a fegyódat, ami zajcsap, és miután elindulnak kutakodni, felveszed és elrakod. Ez tudjátok, az a por. Az a por, amivel megízesítem a vizet. Nem is emlékszem, hogy azt hogy hívják. Szóval ez az volt. Na jó. Yeah, sorry, can't let you in. Igen? Nem lehetek itt? Nem lehetek itt? Azt mondod? Nem lehetek itt. Majd én azt tudom. Soha nem voltam ott. A bolero, igen. Csak a bolerót raktam bele. Hát most ez ekkora baj lenne? Jó, most ugye föl kéne jutni. Ezek után már mehetne is a roguelite mód? Ennyire jó vagyok? Gondolom. Nekünk egyel feljebb kéne jutni. How you doing? How you doing? Good day to you, sir. Szava. Tumi.
Én azt mondom, még egyel följebb, mert amúgy ez a tutorial pálya, hogyha valakit érdekel, gyakorlatilag a tutorial pályán oldjuk meg itt a nagy mindenséget. Aha. Feszítő vasat kell használni, vagy robbanó anyagot kell felrobbantani. Ne szívas, most van nálunk feszítő vas? Van, jó. De ez a szálas húzal, ez más. Feszítő vas. Jó. És akkor úgy kell, hogy jó legyen. Na nézzük csak. A csókát be kéne rakni itt, hogy ne zavarja a vizeket, meg ilyenek. Tűzjelzés. Van itt ajándék. Aha. Na. Na. Eltörni a nyakát? Hát az a gond, hogy őt itt most így nem tudjuk elrejteni. Kidob. Na várjál. Figyeljetek, most kidobom. Probléma megoldva. Ha de várjál. Hát oda le is dobhatnám őt. Gyere csak. Gyere csak. Jaj. Szerintem nem lesz gyanús, hogyha itt most ledobunk egy hullát, igaz? Aha. Másik oldalra inkább. Hát nyilván látjátok, hogy ez egy ilyen gyakorló pálya. Direkt úgy van felépítve. Na. Kidobni. Szava. Az baj. Megölt, nem célpont. Hát ő csak leesett. Nincs veszélyhelyzet. Ez nem jó. Ez nem jó, srácok. Nem az alsó fedélzetre dobtuk le, viszont mivel ez egy ilyen gyakorló pálya, ezért itt nincsen víz. És hát úgy néz ki, hogy ha ledobjuk teljesen, akkor az ölésnek számít. Fölmegyünk, skacok. Neki nem tetszett, mert neki mentem. Komoly problémákok. Minden jó, köszi a kérdést. Te vagy a legjobb tolvaj, akit a világ bala látott. Jak legénység tagjaként be lehet olvadni. Szia! Ja, hogy beszélgetés. Szia! Mehetünk, persze. Nem is sejti. Még csak nem is sejti, srácok. Hey, Mr. Norfolk.
Na. Aj, menj már. Ráléptem a sarkadra, csak az esküvődön akarok ott lenni. Mr. Norfolk, how are you? Jumi. Birthday in reverse. Zárt körül, na várjátok csak. Átszállsz magad Norfolknak, és találkozz a célponttal plusz 1000 XP. Hát így ugye nem tudjuk megmérgezni. Just a moment, Mr. Norfolk. Csak egy pillanat. Klasszikus Hitman. A takarító. Tehát a 13-ból 9-et meg is csináltunk. És van olyan távozási opció, hogy a izével megyünk el. Motorcsónakkal, most azt fogjuk csinálni. Mondjuk az szívás, mert szerezni kell egy másik kinézetet. A mérgezés azt most így nem próbáltuk ki. Micsoda? Lehet vele beszélgetni? Aha. Álca. És akkor most egy elejjel kéne menni. És akkor elvileg gond nélkül le tudunk menni. Igen. Itt van valaki pont a folyosón, aki lebuktathat minket. Once again, great work initiated. This exercise is available for as long as you need. When you are ready to advance, you have only to let us know. Egy-két visszatöltés volt, ez ugye a roguelike módba ez nem fog beleférni. De... szerintem nagyon jók voltunk. Így másodjára. XP 17 perc volt? Ó. Csak öltöny, észrevétlen gyilkosság. Test elrejtve, ajtó kinyitva, őrbaleset, melee kill. 3-as szint rögtön. P-vel részletes pontszám. Itt vannak a teljes pontok. Pótpénz. Ranglista, ne nézzük. Globális ranglista. Nem elérhető. Aztán már nem léptünk be ugye account-tal, gondolom én. Küldetés újra tervezése, célok. Ritter Calvin keveset lehet róla tudni. Megölési feltételek. Bármilyen módszer, bármilyen áruhába. Tök jó. Következő. Menj tovább a végső próbára. Lehet a végső próba kellett volna. Welcome back, initiate.
As an ICA agent, every challenge a játék milyen viszonyban van az új Hitman trilógiához? Ezt hogy értem? This time attacking it from a different angle. Vary your strategy. Improvise. Nem, amúgy ez nekem tetszik. A mérgezés még ki kéne próbálni. A mérgezés még ki kéne próbáljuk, srácok. De hogyan? Hogyan lehetne azt kipróbálni? Gyorsan fel kéne jutni. Aztán le kéne jutni. Nem törünk nyakat. Gyere. Gyere. Hát ugye ez folytatás vagy mi? Ez kérlek szépen a Hitman 3 átdolgozza a World of Assassination-né, amiben már benne van az 1 és a 2 is. Igazából ennyi. Tehát ez igazából a Hitman 3, a World of Assassination, csak már ugye az előző részekkel. És ugye ez a Hitman, tehát most ezt kezelik úgy, mint a Hitman. Hova is kell bemenni ide? Mindjárt megyünk tovább, csak megvárjuk, hogy... Ez volt az, ami epizodikusan jelennek? Nagyon jó a kérdés. Nem tudom. A kettő is epizodikusan jelent meg, azt hiszem, mert ott is először már lehetett nyomni ugye a prológust. Ott ilyen sniperezős volt a prológus emlékeim szerint. Na. Ez, ha valaki így ismeri a Hitmaneket, ez hogyan kell megcsinálni? Hogyan kell, hogy mondjuk egyen ebből a levesből, vagy mi ez? Ja, meg ugye úgy van, hogy az előző Hitmanekben megszerzett progresszed az így. Ó, nem vettünk fel egy nagyon fontos dolgot, akár. Hogy is megyünk le még lejjebb itt? Haragudjatok, de feszítővasat nem vettünk fel. Ja, édes Isten, hát az lockpick-kel lehet csak feloldani. Hát csak nem rippentyű. Feszítővas. Na gyere, feszítővas. Azt baj. Remélem elég gyors vagyok még. Igen, ez baleset lesz.
Nem esett rá. Some jerks got a warped sense of humor. Thank you for your cooperation. You've been very helpful. Command, reach the safe zone. Okay, for me, check the goddamn exit. Yeah, yeah. Hát igazából ez mehet akkor is, mehet is akkor előről. Welcome back, initiate. Tudni kell, hogy mit csinál a target, van, aki nem szokott enni, vagy event van rá, és akkor eszik belőle. Gondolom, egy olyan szitu, amikor együtt iszogatok, és te adod az italt, ahhoz kell egy olyan álca. Aha. Mondjuk az a vízbefolytás is tetszik, azt is meg kéne nézni. Majd mindjárt mentünk egyet. Vagy amúgy lehet, hogy vissza kellett volna tölteni egy mentést. Nem baj, gyakorlunk. Ja, hát a roguelike, ez biztos, hogy rohadt nehéz. Merész, nem? Okay. Ez most speedrun. Ja, mondjuk mérgezni csak kéne valahogy. Valahogy. Igen, mert hogy van olyan mód itt, olyan, hogy öld meg Calvin Rittert vízbefolytással. És gondolom ahhoz kéne hány ingert okozni például. Ő túlélte? Tizenkilenc, aha. Na jó, ez nem jó. Ez nem jó így. Ez ugye nem az a mentés nyilván. Hát ez nem good work. Hát itt akkor nagyon jól kell időzíteni. Van izénk? Szerintetek feszítővas? De ezen a mentésen már lehet, hogy nem vagyunk időben.
Ez 2000 XP amúgy. Ha összejön. Nagyon gyors mentés. Ez még gyorsabb, még gyorsabbnak kell lenni. Azt a rohadt. Big. Oh my god. Csávók, emele úr oda, nyugodtan iszogatni. Milyen volt kontrollál a vovozás? Legszélesebben nyomta volna egér billentyűzettel, de ez nem azt jelenti amúgy, hogy rossz volt. Csak hogy így, hogy sokkal jobb lett volna, ugye? Szerintem nem rossz egyébként. Szokható. Hú, basszus, ennél nagyon kell figyelni. Ennél a módnál. Hogyha ugye ezt a gyilkosságot akarom csinálni. Once again, great work initiate. This exercise is available for as long as you need. When you are ready to advance, you have only to let us know. Igen, most az amit megcsináltunk, 2000 XP volt ez az ölés. Kéne egyébként az, hogy hányjon. Tehát az valahogy meg kéne csinálni. Jó, küldetés újra tervezés. Egy következő? További képzés, igen, azt nyomjuk. Igen, budiba folytás, úgyhogy rosszul van. Azt meg kell csináljuk. Hát azt mondjuk nem akartam felvenni, de igazából mindegy. Ugye nagyon fontos, hogy behúzzuk őket. Ez most speedrun lesz a hajóra. Valahol láttam egyébként pajszert, de már nem emlékszem, hogy hol. Emlékszem, hogy hol volt a másik pajszer. Mondjuk valószínűleg most nem is kell pajszer. Gyorsan nyomunk egy mentést, tehát itt vagyunk. Huh. You don't waste any time, do you? Suppose on a boat like this. Are you gonna go in or just prance around like a moron? Come on, make your mind. Weird. Csak abba az egyenruhába. Hát csak azért akarom ugye úgy belefolytani, hogy megmérgezem, hogy ugye rosszul legyen, és akkor nyilván úgy megy a WC-re, nem? Ez a koncepció. Na és akkor most kéne felmennem. Okay, Captain. We should get back to the cruise liner. Not this way though. Turn around. Get going. Say hello to Gomez. Jó, csendben maradhatsz.
Az a gond... Hát ő abból iszik. Ő abból iszik. Aha. Tehát iszik, ezt most már tudjuk. Hogy ezt hogy oldjuk meg, azt még így nem tudom. Ja, és még egyel följebb kéne mennünk. Egy nagyon gyors mentés, srácok. Na, nézzük. Na! Back already? Buddy, making us look good. Haver, rossz színbe tüntetsz fel minket, azt mondja. Amikor elvegyülsz, az aktuális átszedet a végrehajtók nem tudnak kiszúrni, ezt jelzi az az üres karika a fejük fölött. Szevasz, Dimoni! Na! Ez elvileg most nagyon jó lesz a mérgezéshez. Na nézzük. Na, nagyon kíváncsi vagyok. Jön a csókám. Elromlott az új mobiltelefonjám. Te vagy a legjobb tolvaj. Universe's way of telling you to quit, to get out of the game while you still can. This sparrow cannot die. You're not a superhero, Calvin. They don't exist. Well, not with that attitude, they don't. Igyad. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Oké, okay, egy challenge meg is van. Let me know if I can help you. Oh god, oh what did you eat? Úristen, mit ettél? Jaj! Látom, nagyon nem vagy jól. Egy kis friss víz biztos segít. Igen, igen, fogtuk a haját. Sunk like a stone. There you go. Fogtuk a haját, mert láttuk, hogy nagyon rosszul van. Az ember ott segít, ahol tud. Good day to you, sir. És ő nem látja, hogy valami fura gőztereget az ital, az csak ugye nekünk jelzés. Az csak nekünk jelzés, hogy nagyon furán gőzös. This exercise is available for as long as you need. Köszi szépen Vili az ajándékot Dibuninak, köszi szépen a 322. ajándékot itt a csatornán. Ha így fogdasod mások haját, akkor veled nem iszok. Úgy azt használjunk, hogy nem spotolnak minket. Na még van két opció amúgy. Azt hiszem. What? Tökéletes. Tökéletes, srácok.
Ezt tetszett amúgy eddig a legjobban. Ja, nézzük meg. Ez most már így nem nyomom végig. Szeba Mice, szia az best. Ezt most már így nem nyomom végig, srácok, de megnézzük, milyen challenge-ek vannak, jó? Azt mondja, hogy öld meg a célpontot távoli robbanó anyaggal. Ennyi van. Amúgy már csak... Jó, na jó, jó. Jó. Távoli robbanóanyag. Lockpick. Érme. Jó. Csináljuk meg, igaz? Csak meg kéne csinálni. Az addikció. Hát, tehát, hogy megcsináltuk majdnem fullosra ezt a mission-t. Már csak egy dolog hiányzik, úgyhogy adja magát. Úgy akarom megcsinálni, hogy ne halljon meg más. Hol is kell felmenni itt? Tehát nagyon fontos, és még egyel följebb akarunk menni. Hol is van? Bakker. Jó. Mentünk egyet itt. Gyors kis mérgezés. Jó, pezsgőital. És akkor most. Távoli robbanóanyag. Na nézzük. Jó, jön fel a csókám. Végignézzük, ahogy rosszul lesz, jó? Robbantunk és elhúzunk. Ja, itt van még egy feszítővas, tényleg. Köszi szépen amúgy közben a követéseket, srácok. Köszi. Érezzétek jól magatokat. Így ad. Nagyon rosszul érzi magát. Mizus, kiodálj, nem? Nem feltűnő a zölden füstöl, de az csak nekünk jelzi a játék. Hogy emlékezzünk, hogy az az, amit megmérgeztünk. Na most! És most! Nem tudják. Ott is van. This exercise is available for as long as you need. When you are ready to advance. És ott is van. Minden megvan.
Kellemes lehet, mikor hányás közben az arcodon robon a WC. Hát meg úgy a körülötte levő minden. Minden is. Na! Ask? Nem. Következő. Szerintem mehet a végső. Amúgy milyen achievementet kaptunk, azt nézzük csak meg. Igen, ballisztik, accidentális és explosionös. Meg úgy, hogy nem vettek minket észre. Jó, jó. Mert a végső teszt. Ez menő volt, nem srácok? Romania was a dead end. You're saying that he lied? Place is real enough, deserted, but we found no trace that your man was ever there, or anyone else for that matter. Someone erased his steps. We'll keep digging, of course, but frankly, it's as if the earth just spat him out. Mondom, nekem a mérgezés tetszett amúgy a legjobban. Does it matter? Megmérgeztük és még bele is nyomtuk a buksiját a WC-be. Don't believe everything you hear, Miss Burnwood. My decision stands. Meg a sima a hitmenes kill. Oda mentünk. I'll be watching. És szépen megfojtottuk. The final test is based on an authentic egy hiteles 1979-es küldetésen alapul a végső teszt. The target was Jasper, Jasper Knight, híres amerikai sakkmester, szovjet kém. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This will be your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, but he even added additional guards. Sodas wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program won't raise any eyebrows. Well, if he thinks we're bowing out, he is sorely mistaken. Az biztos, hogy vannak vicces kilek. Na nézzük. Kihívások. Na nézzük. Állíts be a KGB tisztet, hogy áramütés érje a célpontot, miközben a kivetítőt vizsgálja. Meghatalmazott általi halál. Vedd meg Jasper Knight-ot egy balesetben, miközben szelerőnek álcázod magad. Vedd meg Jasper Knight-ot egy katapult üléses balesetben. Öld meg Jasper Knight-ot egy vízbefojtással, a klasszikus vízbefojtás. Öld meg Jasper Knight-ot egy támadó puskával, miközben szovjet katonának álcázod magad. Egy reflektorral, ja, hogy ráesik a reflektor. Egy pisztollyal, miközben biztonsági őrnek álcázzuk magunkat. Áramütés érte Jasper Knight-ot, miközben a kivetítőt vizsgálja. Vannak itt azért kélek. Álcázz magad a KGB ezredesnek. Álcázz magad biztonsági őrnek. Használj hánytató mérget, meg kell keresni a diákat, szerelőnek álcázás, vizsgálja meg Jasper Knight kilépési stratégiáját, adja ki a vodkát. Na, az de rovja. Álcázz magad szovjet katonának, fedezd fel Kuba összes felfedezetlen területét. Álcázz magad streamernek. Fú, na várjál, bravúrok. Teljesítsd az összes merénylet kihívást a végső tesztnél. Orgyilkos mester. Álcázz magad repülőgép szerelőnek, igen, és készítsd elő a repülőgépet a biztonsági protokollok oktatására. Old meg a sakrejtényt. Magánterületre csalogatjuk, van ilyen is. Teljesítsük simán. Kalapács idő. Hammer time. Fogad el a titkos információkat és csalogass Jasper Knight-ot hibás berendezésekkel. Találd meg és szereld fel az összes átszorúát. Teljesítsd mind a három küldetés történeti kihívást. Ja. Végezd el a küldetést álcaváltás nélkül 4000. Azt mondja, a csendes bérgyilkos csak öltöny. Teljesítsd a végső tesztet, csak a célpontot iktasd ki, ne találjanak holtesteket, ne szúrjanak ki, ha a kamerák meglátnak, töröld vagy semmisítsd meg a bizonyítékot. Mindezt öltönyben. És van olyan, ami ugyanez, csak nem öltönyben.
Mert a sárk tagnap is nagyon jól ment a logikai feladatok megfejtése Baradsz hercegnek. Szerintem fél órát töltöttünk el. Now, you didn't hear this from me, but I would eavesdrop on the two mechanics just beyond the fence. Azt mondják, hogy evázív dropoljunk. Amúgy ennél a játéknál lement 40-re az FPS-ünk. Remélem az megvan. De nem éreztem azt, hogy ez most ilyen őrült nagy probléma lenne ennél a játéknál. Nem éreztem tényleg. Vannak beszélgetések, amik fontosak lehetnek. Kulcsfontosságú információkra bókantunk, amelyek segítségével segíteni fognak a küldetések teljesítésében. So, Jasper Knight is leaving Cuba on a Soviet fighter jet, but first he needs to test the jet's safety features. Huh. Say you could somehow tamper with the ejector seat mechanism. Right. Let's get you inside. You'll need a fitting disguise. Övényzetben elrejtőzhetsz, ha alacsonyan vagy, és az ellenségtől távol maradsz, és testeket és tárgyakat is lehet itt elrejteni. A guard uniform should do nicely, but you'll need to draw him out and isolate him. Huh? Hey, it's me. I just heard something suspicious. Good. He's distracted. Now's your chance. There he is. And they say cash is obsolete. So, this uniform should provide access to the hangar. Good job, Initiate. Jó, az érme is megvan, meg a izé is megvan. A fegyver is megvan. Tranzisztoros rádió. Nézd csak! Figyelj csak! Figyelj csak! Hopp! Damn! Gyere, gyere! Man, we might have a situation. Nekem ez a ruha jobban tetszik. Az a nagy helyzet, ez jobban tetszik. Saska! Az a gond. Az a gond, hogy ott van egy láda. Na mindegy, megnézzük így első küldetés, ugye? Szava balog. Beszivárogni a hangárban. The man is like a sitting duck, staying in Cuba. It's only a matter of time before Langley catches up with them. If I was Knight, I'd be long gone. Látom, hétvégén végre kipróbáltad az Apexet, kicsit elkéstél, mint a WoW-a Battlegrounds. Igen, igen, azt is kipróbáltuk. Vizsgálja meg a sugárhajtású repülőgépnek biztonsági protokollját.
to make adjustments to the jet and perform the role of safety inspector, you're going to need a mechanic. Szerelői árva. Perfect. Now be gentle. He's an actor. Ő csak egy színész, srácok. Várjál már, ez a fegyver itt nem lesz fura a hátamon? Biztos nem fura. Várjátok. I. Ja, most már jó lesz. Igen, ez fura volt a jó népeknek, hogy ott volt egy AK a hátamon. The ejector seat mechanism has been disabled. You may need a tool to re-enable it. Nagy a baj, srácok, mert kell egy csavarkulcs. Itt én látom amúgy valamit. Aha, itt van. Mifelénk a vízvezeték szerelők is AK-val járnak átukon. Na ugye. And now to confront your target. Knight's office should be somewhere on the first floor. Csapda fel van állítva, hívd ide Jasper Knightot és vezess végig az eljáráson. Well done, initiate. I dare say this is an accident waiting to happen. Tom fönt. Jó, és hogyha Jasper Knightot mondjuk ebbe a felszerelésbe hívjuk ide. Húha! Itt is volt egy csavarkulcs. Aha, jó, értem, tehát, hogy ez annyira nem jó ötlet. Lehet, hogy valami más ruha kell. Azt nézem, hogy ők... Júj! Ő lebuktatott minket. De gyorsan csináljuk. Szekrény szoba. Na nézzük. Szerintem a Jaspernek nem lesz feltűnő. Kommandante! Szia! Jasper, át kéne néznünk a biztonsági előírásokat. Gyere, légy szíves. Hát ez fontos. Gyere. Amúgy ott lehetne átöldözni. And Knight will take care of this. Ezredes ruhába. Gyere. Gyere, jó lesz. Eskü jó lesz. Itt ugorjunk le, szerintem az gyorsabb út. Gyere, nézzük át azokat a biztonsági leírásokat. Gyere. Itt vannak.
ezek után ével semmit nem merek, nem mernék átnézni. Gyere csak! Aha. Igen. Igen, menj be. Menj be. Tedd be biztonsági hevederek. Igen. Mindenben van kötve. A kilövő fogantyút keres csak meg. Jó. Megtalálta. És akkor most húzd ki. Step 3. Pull the ejector seat handle. Right. Here it goes. Pull. Boba Fett! Soha nem gondoltam volna, hogy működő sugárhajtású gépet használnak. Hát én itt akkor most így kimegyek. Sziasztok! Hát csak ilyen átlagos biztonsági baleset, Dimoni, semmi komoly. You are cleared for field duty. Csendes bérgyilkos. Az igen, 10 perc alatt 5 csillag. Elsőre. Mondjuk végig vezetett minket a játék, tehát hogy ez... Érted? De hát attól még a sikerre a miénk. Befejezett taktikai garbó. Köszi szépen, srácok. Remélem, tudod, mit tettél? The chopper leaves at dawn. Now get out of my sight. So what happens now? You go back into the world, disappear, stay on your own and on the move. When we need you, we will contact you. And so does. He played his hand, and he lost. He cannot touch us now. Still, I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. Quite right. Nagyjából I should tell you. Egy pár perc és két órája játszunk. Ez alatt tutorial missionöket csináltunk. No name. Nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right. Agent 47. Ha megcsináltuk a tutorial, legalább láttátok, hogy milyen lehetőségek vannak itt az öldöklésem. A freelancer módnál van az, hogy gyűjtögetheted a fegyvereket egy ilyen izé, egy ilyen házba? Vagy az melyik mód, hogy ilyen fegyvergyűjteményed lehet? Az valószínűleg a freelancer mód. És az olyan, hogy így kimented a fegyvert, és akkor kövire például be tudod vinni. Nobody ever came close. You define the art, and it defines you. Ja, a freelancer a roguelike mob.
Na és az valami ilyesmi néz ki, mint amit itt látunk az előbb. Beviszel egy fegyvert, és elveszheted, ha nem sikerül. Azaz. Others have risen. Do you realize what kind of world you've been shaping? Does the ICA? Does your handler? I live in that world. I have seen the consequences. I have felt the cost. That's what defines me. Szevatikul. Na, lehet folytatni a történetet. Hatos szint, azt mondja amúgy közben. És akkor itt van a freelancer mód. Ugye a kampány maga. Na, ott van prológus. Akkor a prológus. Ja, hát amúgy igen, tehát hogy csak a prológust csináltuk meg eddig a játékból. És itt van a Hitman 1, a Hitman 2 és a Hitman 3. És a 7 halálos bűn, azt hiszem azok a DLC-k. Ja, és akkor ugye már mind a hét elérhető akkor ezek szerint. Különleges megbízás. A kígyó ölelése. A nagyság illúziói. Egy ezüst nyelv. Keserű pirula. Zero beteg. Bónusz küldetések. A szarajevói hatos. Hát azért bőven van itt mit csinálni, azt a rohadt. Hát amúgy én nagyon, nagyon szívesen végigjátszanám, de egyelőre nincs ilyen terv. Egyelőre nincs ilyen terv még. Szerződés keresés. Legtöbbet játszott. Jó. Itt a freelancer, Arcade. Na ez az. Ravasz céllövölde. Ez az, srácok, ez a elusive target. Ez az elusive target az, ami olyan, hogy ha elbukok, akkor 12 óra múlva tudok újra próbálkozni. Egyelőre csak belekukkantunk, Yoko Sensei. Jó. Na, ki emlékszik, mit mondtam, vagy ki ismeri fel a színészt? Ez az a színész, aki szeret meghalni a filmekben, vagy a sorozatokban. Amúgy ez az elusive target nagy valószínűséggel. Mert hogy azt írták, hogy ez az Undying Pack-ba, ami van, ez az Ouroboros, ez egy háromszintes arcade kontrakt, ami unlockol egy elusive targetet, vagy már ez maga az elusive target, nem vágom. Florida Fit, na nézzük. Good morning, 47. Your target is Mark. Ez az, ami most elvileg ingyen játszható, de nem tudom, hogy kell hozzá a játék. A MI5 operative currently working as a freelance assassin. Faber has been confirmed killed by ICA agents more than a dozen times. Ez új cucc most a game-ben. Ez jelent meg március 22-én. Amikor a Rise of the Ronin is megjelent, meg a Dragon's Dogma, meg előtte a Horizon Forbidden West, meg a Princess Peach Showtime, akkor jelent meg ez is.
This information has revealed several viable approaches. As you know, our inside man is meeting with the target. Acquire the right disguise, and he'll get you inside the heart of the building. Up close and personal is risky, but favors the clean kill. Alternatively, smuggle in a sniper rifle via briefcase. Csempészbe egy mesterlövész. Asztalon. But access is restricted. Race security is high. Get through the locked door and time your shot perfectly. Or infiltrate through the staff entrance at the back of the building. Access the second floor using the elevator shaft. Move unseen inside the weapons demo room and infiltrate as you see fit. Act once an opportunity presents itself, or rig the room to your advantage. Leave unseen. Be mindful, however. The repercussions of being exposed here would be severe. I'm confident even more opportunities will reveal themselves once you arrive on site. 47. To be entirely honest, this one's a bit of an embarrassment. Please, make sure he doesn't come back again. Good luck. One chance, one death, one window. Na ez az elózív target akkor. Jó lesz, jó lesz. Na. A delfin szökőkútnál tudunk egyedül indulni. Lecsúszott a főverseny eseményekről. Igen, szokásos civil ruhát visel. Csempész, csempész cucc. Mester szint 5. Ja, hát akkor ezt lehet csak kiválasztani. És egyedül egy fegyvert lehet bekérni, ahogy látom. Jó, ruha. Szerintem Char Reward SB patch starting outfit M Pro 22-54-79 name, ez jó lesz. Ez amúgy az a cucc, ami most ezzel az eventtel jön. Mármint, hogy ezzel a DLC-vel jött, ha minden igaz. Akkor ebbe nyomjuk. Hali, akkor ez a játék végül is összefoglalja az előző Hitman játékokat? Ez egy bundle, aha. Ez a, ami most van. Átnevezték a Hitman 3-at és belerakták az előző Hitmaneket. Ja, és ez az, amit most így Hitmanként használnak, úgymond. A Hitman játék. Gyilkolj meg egy célpontot halálos méreggel. Van egy olyan merénylet is, ami titkosítva van, tehát erre nekünk kell rájönni. Bárha tippelnem kéne lelökni a szervízaknába. És aki korábban rendelkezett a Hitman 3 játékkal, azzal mizó? Hát azt mondom, tehát a Hitman 3 játék alakult át ezzel a játékká, tehát igazából ezt csak átnevezték, és belerakták az előző 1-2-t. Ennyi. Merénylet egy balesetet szenvedett célpont ellen. Ölj meg egy célpontot vízbefolytással. Fejlövéssel, szálas dróttal. Kihívások Miami-ba. Piano Man, valaki megsérülett, tartsa nyomva a hajam. Egyenes lövés, íztelen nyom nélküli. Elimináld a floridai embert a nagyobb halakkal. Akkor ezért nem volt elérhető egy ideig Epic Games-en? Én nem tudom, én úgy tudom, hogy az Epic-en jelent meg először, 21-ben, aztán rá egy évre meg a Steam-en. És az volt a legtöbb embernek a problémája, hogy ugye... hogy is volt? Hát, hogy amikor megjelent Steam-re a játék, akkor csak az Epic-es vásárlásokból tudta a Progress-t behúzni, és hiába volt meg neked a Steam-en az Hitman 1 meg a 2, azzal nem csinált semmit. Csak az Epic-essel működött Steam-en keresztül. És ezért review bombolták. Pofozz valakit az óceánba egy hallal. Szüntess meg egy célpontot egy faaprítóval. Azt a rohadt! Tavaly év végén le akartad tölteni? Azt nem vágom sajnom.
az androidosok nem Robert Knoxot, hanem valaki más iktassanak ki. Csatornán keresztüli megszökés, VIP belépő, vegyél egy tégla kokaint. Titkosítva, talán egész szereld össze az összes áruát Miami-ban. Álcáz magad Ted Mendeznek. Talán meg az összes vízi fegyvert. Mózes Lee-nek álcázás, személyzetkulcsa, hal visszaengedése, elvitorlázást. Álcázd magad Sheiknek, na az! Na ez tetszik. A Shanknek álcázás, ez nagyon tetszik. Álcázd magad Kabalának? Nyisd ki a bizonyítékraktárt. Álcázd magad Florida mennek. Jézusom. Gáznyomás csökkentő szelep rongálás. Békíts meg egy kronstati kutatót egy android kar segítségével. Verseny megszakítása a sok ütközés miatt. Dobj egy holtestet az akváriumba. Jézusom, Jézusom. Oké. Senki álcázáshoz mehet is a cosplay egy asztalterítővel vagy törölközővel. Ez tetszik. Ez tetszik. Ez nagyon tetszik, Demoni. Ez nagyon tetszik. Csak kellene valami kör, ami így összefogjam. Jó. Jaj, hibekkeltünk. Good morning, 47. Basszus. És hogy lesz amúgy sniperünk? Tehát most nem lesz sniperünk, mert nem állunk úgy. Oh, na várjál. Ja, hogy lehet klasszikus outfit is. Hát ebbe megyünk, csak hogy lássátok, hogy mégis ez milyen. Ez egy arcade szerződés. Az arcade szerződéssel való játék során a következő szabályok érvényesek. Ha nem sikerül, 12 órát kell várnod. Ha egyszer már elkezdted, akkor a szerződés már nem lehet újra kezdeni. És nem lehet játékot menteni. Izugabcsi, szevasztok srácok. Van egy olyan, hogy szemen kell szúrni. Good afternoon, 47. Your target is already inside the Miami Bayside Center. Faber has a full day of meetings planned, and we do not want to risk losing him. Take your time with this one. Dave Reddy, our informant, is waiting for you in the reception area. If you like, he can lead you to a meeting where Faber will be in attendance. What you do from then on is up to you. Be mindful, though. You will not wait around for long. Szóval így megnéztük most a játék elejét az előbb a tutoriálokkal, a prológussal, és arra gondoltam, hogy így megmutathatnám nektek, hogy most amilyen missionök jönnek a játékhoz, hogy ez így mégis milyen. Ő az informátor. You must be Dave Reddy. Ah, yes. You're the one I've been expecting. The special guest. Én vagyok a különleges vendég. So like I told your superiors, I can get you inside the meeting, but that's it. Csak bejutatni tud a találkozóra. Got it? Just how I like it. All right. But you can't go in dressed like that. You'll need to look like an engineer or one of the lab guys or a guard, I guess. I'll work something out. Jó. Én adok a tanácsaitokra, srácok.
Na, úgy érzem meg vagyunk most. Most tökéletes. Tökéletes a co-play. Ez inkább kalóz. Mindennel csak a baj van. Don't take too long. They're expecting us upstairs in the conference room. The ICA has struck a deal with Dave Reddy, one of the two men your target has come to Miami to meet with. Reddy got in some trouble. Az ICA szerzett egy belső embert. And the ICA has promised to clear it up for him if he helps us get close to Mark Faber. Reddy is currently waiting for you in the reception area of the Bayside Center. Jó. Jó. Szóval a címé. Alsógatyás. Ez nem alsógatyás, ez konyharuhás, srácok. Igen, ez most a Yusuf Hunter csatorna. Hiányzó kulcskártya. Merre is kell menni? Júj! Jaj, értem. Nagyon jó. Van kulcskártyánk. Azt nézem, hogy ki tudjuk-e valahova dobni. Ho, az mi? Micsoda? Nem is kellett volna őt nokkolni. Mondjuk a kulcskártya valószínűleg az amúgy jó. Szia Pingúzsó. Szevasztok srácok. Maradj már csöndben. Mikor lesz Dragon's Dogma? Hát, hogyha menetrendben majd látjátok, srácok. Szeretlek a kopasszal csapatod, mintha ikrek lennétek. Nekem egy kicsit több a hajam. De csak egy kicsit. Mhm. Hogy, azt mondjátok meg, srácok, hogy így a videóban mutatták, hogy egy nagy snipert viszek be. De... Hogy viszek be nagy snipert? Rögzített minket egy kamera, ez fontos info. I thought I could make some quick cash, you know, buy that yacht, sail a couple of babes to the Caribbean for the summer. Stupid. The Marino cartel is the biggest in the southern hemisphere. You don't try to cheat those kind of people. Wish I'd met you a little earlier, buddy. Could have used that advice 6 months ago, you know? Nagy a baj, valakinek gyanús voltam. Almost there, so let's put on our game faces. Yeah, hey, bro. I'm... That is Mark Faber, possibly the most elusive man in the history of the ICA. Mr. Faber, what an absolute pleasure to meet you. I'm Dave Reddy, Special Acquisitions Gatekeeper, working with you on this job. I'd show you my break book, but I'm sure you've already heard about me. Őt kell megölni, ugye? Oh, I see. Before we begin,
I just wanted to tell you that I've read up on your file. Oh, man, very impressive. It's all about enjoying what you do. Couldn't agree more, my friend. I've prepped an extensive briefing to help us sync up on the subject that needs to be, consulted with. I think it'll provide you with a full 360. Good. Let's proceed. Hey, not a problem, Mark. Not a problem at all. All right, well, let's grab a seat and get this show on the road. Okay, so the consultation is with a man called Pavel Sukhov, a relative of your boss's former partner. 10-4. For the last 6 beolvattunk, months, Sukhov has been dishing out malicious rumors. Mondjuk, hogy about my hogy szerzünk Sheikh kinézetet, azt még nem tudom, de IRL már megvan. About the secret beginning of Kronstadt Industries. Completely ridiculous effort. But the rumors are putting a hard stop on the growth of our stock. He's been putting out some very quotable things in the media lately. So, Knox is looking to protect the bottom line. This Sukhov fella, he's enjoying the limelight. There was a press conference a week ago, yeah? Jesus, skinhead mechanic? Skinhead mechanic! Itt lehetne mérgezni. Is that going to be a problem? On the contrary, I prefer public consultations. Nowhere better to hide than in the middle of a spectacle. Well, then this is your bluebird, my friend. You know what? Mi történt velem? Let's try a small exercise. Sheikh. You. Suppose you were sent to kill me. We're in this meeting together. You're sitting there in the chair, waiting for your moment. Ajaj. How would you kill me? Hogyan ölnél meg engem, és mi a terv? Mi bajod van? You've been drinking quite a lot of coffee. Sok kávét ittam. Yes, fast-acting poison. Gyorsan a toméreg. About 5 seconds from ingestion to reaction. Aha, Sean Bean, igen, igen. Követlek a fürdőszobába is. Ennél rosszabbat is túlélt már. Jaj, várj. I think I'll just head over to that new fella and make sure Sierra wins, okay? I'll come back. Basszus, fölálltam véletlen. It's me. I've got the new act lined up. You see anything weird, report to us immediately. Nem akartam felállni. Sean Bean-t úgy ölnéd meg, hogy eltekenél a stáblistáig? Damn it. This is not going well. Why the hell is Faber trying to do something so convoluted? Just shoot the guy or blow him up or something. But no, Faber's gotta turn everything into a damn magic trick. Pop up bookstore, redirecting Sukhov's car, hiring extras, customized bombs? I mean, why the hell does he want to blow up the top floor of the building? Sukhov isn't even going up there. Now, how the hell am I going to steer this in the right direction? Okay, focus, Dave. You've dealt with more difficult people before. I mean, sure, they weren't contract killers and not as scary as Faber. But you've got this. Just tell him to dial it down a little. 20%. Or 30. 50 tops. Yeah. Woof, jeez, what? You want a kiss? Igen, igen, ez csókolózni akarok. Hát, oké. Azt hiszem akkor most ránk van bízva itt a lehetőség. És hol van a farban? Thank you, Pallas. Give me a rundown of your cognitive process. Hát már nem is látom, hogy hol van. How are you feeling? Ott ketten vannak. Ott van. I like things to be custom. You could say that spectacle is part of my signature. Very interesting, Mr. Faber. Right, let's have a look at this. I need it to be an exact replica of Sukhov's favorite fountain pen. And it has to... no explosive element. What the hell is this? Ha tárgyakat tudunk a kukába elrejteni. Ott egy kamera. Hát rögzített a kamera, hogy itt vagyunk. Sir,
I'm afraid you don't have the right clearance. Sorry. Erre nem mehetünk. Hello, HR? Yes, it's Ben Wheeler down at the Bayside Center. Mutilated bodies were found bricked up inside a residential complex in Medellin. The victims were identified as Delgado Sicarios by their cartelling. And the massacre is believed to be retaliation for the... Eltörni a nyakát, és hózás. Van itt patkányméreg. Azt nézzétek, milyen álcám lett. Ez tetszik. Versenybíró. Versenybíró játsza is van itt, srácok. Nem tudom, mekkora lehet a... Asztarolt! Ekkora a pálya! Hát ez... Ez biztos, hogy nem lesz. Ez biztos, hogy nem lesz egyszerű. Ha ekkora pálya van. Ennek a generátor kikapcsolásnak nem tudom mi értelme volt. Szóval, mit is mondtatok? Hogyan lesz sniperem? Nincsen kulcsunk, amivel ezt kinyithatnám. Depression. Blue Seed brings you high quality pharmaceuticals at prices. Tehát innen tudunk felvenni érmét. Azt mondom, hogy ez a parkolós rész, ez fontos lehet. Doctor gave me some sort of vitamin hydration boost, normally reserved for the driver. Fixed me right up. Ah, tehát hogyha valaki ide jönne, azt meg lehetne rázni például. Szerintem őt... Inasba tesszük így, mit szóltok. Wait a minute, wait a minute. Szerintem nála van olyan kulcs. God. Ez
Ez most mi volt? Ez most mi volt? Ez nem így működik? Most akkor már jó. Szevad Agnes. Nem gondoltam, hogy máshogy erre is be lehet játszani. Személyzet. Hát nem volt nála semmi. Legalább is látszólag. Vagy ez amúgy ott van. Hol area? Hát addigra kikapcsolta az áramot egyébként. Hát ott csak tárgyat tudunk elrejteni. Itt sincs. Jó, hát akkor arrébb kell menjünk, mielőtt még gyanús. Na de várjál, és akkor ez így működik, hogyha mondjuk ezt itt felveszem. Ez már működni fog? Nem működik. Működik? Nem. Jajjaj, na nézzük. Nincs feszítővasunk sem. Rögzített biztonsági kamera. Elvileg balra kell menjünk a parkolós miatt. Hát az ólomcső is lehet, hogy jól jön. Biztosítékdoboz. Vízszivárgás létrehozás. Aha. Ott a kabela. Kabala. I'm here now. Ready to meet up with Sierra Knox over at the hotel. Yeah, after the race. I've just got to pick up the documents from my van, but I had to knock out a guy and steal his flamingo outfit, and now I can't find my car keys. Yeah, I know it's dumb. I think I lost them in the scuffle, but the real mascot is still over there. If I don't get them, I've got no evidence. Bye-bye money. I don't know. I need to figure something out. I'll talk soon. Fickó ráugrott, ellopta a kabala ruhát. Lett egy kulcsunk. Van. Terhelő bizonyítékokat szereztünk.
Felveszek a ruhát, aztán vissza, nem tudom, azt csináltam el. És már jár érte a csibent. Azt hiszem, vagy legalábbis kihívás, ugye? Nézzük, csak levesszük róla. A kabala álca. Nem törjük el a nyakát. Jó. Ugye az van, hogy elvileg a parkolóba behoztak nekünk silenceres pisztolyt, de azt nem vágom, hogy... ahhoz mégis hogy férünk hozzá? Ugye úgy indítottuk a dolgot. Mondjuk ebbe a piros furgonba lehet? Mert ezen van valami jel. Ügynökségi átvétel, aha. Katonai aktatáska. Vajon, ami most itt a kezem... Basszus. Kezemben volt. Ezzel mit tudok csinálni? Ja! Hát gondolom ki tudjuk belőle venni. Hát akkor hozom magammal, mit szóltok. Csak azt nem tudom, hogy most... Ugye ezt áthoztuk. És meg kéne csinálni a gyilkolászásokat. És hát ez nem tűnik egyszerűnek. Hát ott ugye el lehetne bújni. Tehát most ott vagyunk. Na, azt hiszem ő az egyik, akivé át lehetne öltözni. Aha, ott is valakit meg lehetne ölni. Itt van egy móló. Gondolom itt meg el lehetne menni. Vagy ugye itt is, ide is lehetne érkezni. Oh, hi. Don't let those Calhoun guys too close to our technology, okay? Van egy kapu. Ez a kopasz öltözék? Nem, ami rajtam van. IRL ez a sejk öltözék, de sejkkel még nem találkoztunk. Sejkem sincs, hogy hol látnak. Valamit lehet amúgy a horgászóval is csinálni. Yo, Em! It's me! Look, I need the crystal, right? Well, I can't very well come out of it, can I now?
dressed as what? Speak up, woman. Még amúgy izét se találtunk. Halat. Oda jó lenne bejutni, amúgy. Van egy ilyen challenge egyébként. Meg is vagyunk. Hey, wait a minute. That's weird, I just... Ez valami új epizód? Aha. Igen, igen, ez új epizód most. Új DLC kvázi. Szerencsére itt most ebben a felszerelésben senki nem szól ránk. Figyelj már! Miért csak? Van egy érdekes dolog ott a sarokban. Te megoldást jelentetsz a problémáimra. Az baj. Ja, lent találtak meg holttestet. De ahhoz nekem nincs is közöm. Ahhoz nekem nincs közöm. Azt hittem, hogy tudom majd itt bizgetni, de nem. Hát akkor vissza a biztonsági öltözetben. Igen, igen, jöhet az aktatáska. Így komoly embernek tűnünk. What is that stuff anyway? I think some of the teams are using it to increase car speed. Heard a few mérget. Something about Nox not wanting to use it because she wants to win on her own. Imagine that. Van egy kalapács, és ez is fontos lehet. Lil Fashy. Biztos ez is fontos lehet. Sounds like a good idea. Csavarkulcs. Propán flakon. Tűzfejszetok. It's a beautiful vehicle, that's for sure. I understood from the briefing earlier that we're just supposed to grab it if something happens to it. No poking around the engine or anything like that. Yeah, Nox is a genuine technical genius. He's really protective about his projects. Prefers to fix everything himself, apparently. Don't worry about grabbing him. If anything goes awry, we'll see him down here as fast as lightning. Jaj, neked pont ide kellett jönni. Hey, hey, cut that out, okay? Lil Fashy az tudna, fel tudna robbanni. Okay, but you be careful. Clear. Oh.
Why's the engine off? Let's just try to get this started again. Well, that doesn't sound good. Better call Knox. Mr. Knox? Yeah, it's Smith from down at the expo. Listen, the Mark III's making some, well, just odd noises. Can you come? Great. All right. Yeah. Yeah, I'll be here. Jó, hát egyelőre úgy néz ki, hogy ilyen indokolatlan dolgokat csinálunk. Super fuel. Aha. Van egy csavarhúzó. És itt az akvárium. Azt a rohadt, mekkora ez a pálya, basszus. Beszarás, mekkora amúgy ez a pálya. Itt is valakit meg lehetne rázni. De jól néz ki. Hát ez lehet, hogy ez a mission lehet, hogy nagyon sokáig fog tartani, srácok. És van valami felszerelés. Kutatói felszerelés. Ez a pálya hatalmas, erre emlékszem, a játékból órákat el lehet tölteni, csak az, hogy felfedezed a lehetőséget. Hát az biztos. Azt a rohadt. Amúgy ott is van valami. Fényképek készítése, mint fotós. Uh-huh. Van még patkányméreg. Elektromos konnektor, olló, itt be lehet olvadni. Mondom, takarítóként meg itt lehet, ja nem, ez csak eltereli a figyelmet. Na! Feszítővas. És a kalapács. Kalapácsról írtak valamit, de örülök, hogy most már feszítővasunk is van. Meg lehet mérgezni a trófeát. Szerintem senki nem fogja észrevenni. Csak mondjuk. Tereljük el a figyelmet. Egy érmével. Ki volt az?
Jó. Na megmérgeztük a trófeát. Bízunk benne, hogy ez az olyan dolog, aminek most örülünk. Hú, basszus. Gáznyomás beállítása. Nyomás felülbírálása. Itt lehet robbantani. Lehetőség van még itt. Aha. Ez nem tudom mit csinál, srácok, de ki kéne próbálni, igaz? A diadal. Na várjál csak. Valami diadalt írt ki. Lett kulcskártyánk. Ugye 1000 XP. Átszázzuk magunkat Kabbalának. Rongáljuk meg a gáznyomás sökkentő szelepet. Szia. Vacsi bizony. Ez nem tudom mit fog csinálni, srácok, de én inkább eljöttem onnan. Még ott hangszóró is van. Mi ez a fejfedő? Sejkek, sejkek vagyunk, srácok. Igen, innen jöttünk. Tavarkulcs. Riasztót lehet beindítani itt. Aha. Üvegek. Még egy kalapács. Itt valaki dinasba lehet rakni. I hate that talcum powder they dump all over it. Mhm. It kind of comes with the territory, buddy. I was never a big fan. Ő fel tud minket ismerni. The trick is to use a good hand lotion. Glycerin, aloe vera, that kind of shit. My hands are silky smooth, and you know the ladies love that sort of thing. Huh, really? You, got any with you? Not on me. Back of the paddock, I think. I'll hook you up once we're done here. Thanks, bro. Thanks, bro. Whoa. Take point. Whoa. Nice.
Jó. Mehetünk tovább. Szava-szava. Ez itt egy ásó. Lapát pontosabban. Jöhet a lapát is. Ezzel raklak inasba. Nem nyugszol. Kutya. Azt a rohadt. Hát ez egy rohadt hosszú, tehát ez egy rohadt nagy pálya. Jogellenes intézkedés. Kit érdekel? Kit érdekel? Én vagyok a jog. Ja, itt is fel lehetett volna jönni. Hotel. Még egy kalapács. Ő ott alszik. Egy létra. Itt is lehet a huncutkodni. Jaj, valakit itt is meg lehetne rázni. Gondolom, hogy ide lehetne csalni. Még egy kis méreg. Nem spóroltak a méreggel. És hol vagyunk? Hotel kert. Jó, ott mutatja, hogy ez meg egy felfedezetlen terület. Van még itt csavarhúzó. Well, let's just say she's got a bad case of intermittent explosive disorder. Poor Dr. Sorensen. First he almost loses a patient to a seemingly harmless case of dehydration. Now he has to deal with this guy suffering from urinary retention. Vizelet visszatartás miatt. Let's just hope he doesn't somehow screw up the revitalization procedure on Miss Knox. I know it's just a simple injection, but given his track record these past few days. Well, at least we know who's buying us beer tonight. Sziasztok, köszi, hogy itt voltál. Még egy feszítővas. Vészhelyzet B. Igen, ide hátra tudunk feljönni. Jó, ez oké. Okay. Amputációs kés, na jöhet az is. Mr. Durant, I appreciate that you have a shy bladder and all, but really, we need to move this along. If you cannot deliver a sample, I have no choice but to fail your test. I'm doing the best I can over here, Doc. Go. Think of running water. Peeing is good. Not a bother. Fú! What?
Some fella's being a nuisance to everyone. We need to stop him. Okay, they've been far running away from this! Fuck! Fill your ass! He's not by. Good yank. Nagyon nem jó. Basszus, ezen ment el, hogy pont fogyozott a csávó. De miért most? Come in, command. Someone's doing stuff. Jó. Ő is kabala, meg én is kabala lehetek? Fú, basszus, srácok. Menj oda. Soha nem jártam itt. Szerintem is fura. Nem tudom, ez a szituáció még menthető a srácok, de hát hamarosan kiderül. Ja, tudom, hogy hol vagyunk. Szia, kamerás. Szerintetek, ha most mérgezünk, baj lehet belőle? Biztos nem lehet. Ki volt az? Csak jó, semmi gond. Jó. Jó, nincs baj. VIP access. You ever see that movie about that bodyguard? I can't remember the title. Húha. Ötönös csávval, oktatáskával és ásóval a kezével, random italokhoz piszkál, csak feltűnésmentesen. Igen. Fú. Az ásó lebuktathatna? Dehogy. Man,
mechanics at the Kronstadt team have been made. I went by to the Olympic shop yesterday and it looks so physical there. Have you been? It's the garage all the way at the end. Yeah, I went past there earlier today. They wouldn't let me in since I'm not on the team. But you want to think twice about getting a job there. I saw that Miller woman, the head mechanic, argue fiercely with one of the other mechanics. I'm not sure what it was about, but from the looks of it, fuck this guy. Na, lett kulcsunk. El se hiszem amúgy. Osztorat! A felügyeleti rendszer ki van kapcsolva? Ja? Sziasztok, fiúk! Hello! Hát ezt a mérget, ezt így nem merem én csak így berakni. Hey, you seen Ramon? No? Probably sleeping in a closet somewhere. None whatsoever. As I mentioned before, they asked me to deliver. Rendőrségi gumibot. Bizonyíték szekrény kombináció. Azt a rohadt, srácok. Azt a rohadt. Hát mi ez a pálya? A srácok mit csinálnak? I'm just a delivery guy. I didn't even know what was in that thing. I may have taken a wrong turn somewhere, but that hardly makes me a terrorist. I think I need to call my lawyer. Yeah, we'll see about that. In the meantime, we're keeping you and your stuff here. Just relax. You're gonna be here a while. Őt leüthettük? Lehet, hogy őt ütöttük le, amúgy nem. Ja, valószínűleg az a pályabíró volt, az akit leütöttünk. Szava, szava. Nézom, hogy itt van-e lehetőség valamire, de ahogy látom, nincs. Hát... Illetéktelen behatolás. Mi ez a hely? Mi az a hely, hogy én oda nem mehetek be? Ja, ide csak versenyzők jöhetnek. Aha. Na várjál csak. Vagy ilyen szerelősök, mi? De biztos nem vagy az. Race Marshall. Aha. 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 Hát, aha. Tetszik ez az opció, hogy, oda, hogy ugye oda menjünk, csak az a gond, hogy... VIP terület. Ki a target? Sean Bean. És innen egy sniper fegyverre le lehetne lőni őt, aki a szemközti épületben van. De nincs sniper fegyverem. Nem lehet följönni. Jó sok helyre ad amúgy bejárást.
Aha, tehát ide le tudunk jönni. First time the race was lost in 5 years. Didn't really expect that. I agree. I can't help but wonder if all those last minute adjustments to the car has something to do with it. I mean, everything was... Mi a baj? Én nem tudom, haver, kinél láttátok ezt a sárgán, de nem az enyém. No, there's nothing wrong with that car. Me? I think it was Thierry's accident. Ez... Hát akkor oda se tudom menni. Jaj, srácok. Jaj, oh my god, ez ki volt? Ki volt az? Nekem ez a szerkó jobban tetszett. Hát ezzel olyan, mint hogyha így... Nem tetszik ez a szerkó, srácok. Hát nem tudom magammal hozni a shotgunt. Mondjuk, ahogy látom, ebben a ruhában nem vagyunk kompromitáltak. Na, gyorsan. Gyorsan, gyorsan. Ja, szólt, hogy ott egy Stuker. Viszont ő megismeri a haverját. Aha. Hogyha én piros vagyok. Aha, látom, látom. Jó. Igen, igen, azok a zöldek voltak. Sápat utas. Na, azt nézd, ilyen is van. Csak azt nem tudom, hogy a másik kinézetet azt hol is hagytuk, na mindegy. De gondolom a pirosak meg fel is ismernek. Kulcskártya. Hey, what's up? What's up? So yeah. I saw that race official here a while ago. What's his name? Rudder? Max Rudder, yeah. Royal pain in the rear. Used to be a pro racer himself. Until he got run off the track by Robert Knox. Ha elrejtették az egyik fegyvert. Holds a major grudge, as I understand it. Let's move around, Pop. Why
Get into a race with any of the Noxes, and you're lucky to just come out with a few scars on your chin. Just shut up. I've never seen anyone with a desire. Because I try they are sabotage. They will stop at nothing to win. You don't know the half of it. I've patched in so many tiny boosts and performance amplifiers on her car. I wouldn't be surprised if it took off and went into orbit around the planet. Not to mention the AI her father had installed in the firmware to optimize performance of the engine. Is that legal? Hell no. Why do you think Rudder keeps prowling around? He knows the score. But as long as the car is on the track, there's nothing he can do. And the only way she's getting out is if the car blows up or she wins the race. Got it. He really is. I'm very proud of what we've achieved. What? I would not want to drive that car. Any major crash, and you're not walking away from that. I couldn't have been more. Illetételen behatolás. Na bakker, mi történt itt, haver? Security, I need some help. Rá is rá kellett volna amúgy ejteni. Holds a major grudge, as I understand it. Doesn't sound good. Well, get into a race with any of the Noxes, and you're lucky to just come out with a few screws on your chest. Fú, bakker, mi történt itt? Azt hittem alattál. Elkezdte keresni. You don't know the half of it. I've patched in so many tiny boosts and performance amplifiers on her car. I wouldn't be surprised if it took off and went into orbit around the planet. Not to mention the AI her father had installed in the firmware to optimize performance of the engine. Fú, bakker, ez nagyon sajnálatos. Az nagyon sajnálatos ott. Fú, bakker, hát arra rá kéne nézni. Arra rá kéne nézni. Az... Lehet, egy kicsit közelebbre kellett volna megnézni. Ezek a fránya véletlenek itt hihetetlen. Fú, az ott mi? És valaki, valami itt fölöttünk van. És gondolom, itt kint van egy lépcső, amin keresztül föl lehetne menni, viszont ahhoz lehet, hogy egy másik ruhát... Baj van. Okay. Ne neked már egy... Ne neked legyek már gyanús. Sierra, what brings you down here? Missing the fumes already? Just wanted to go over a few things about the car, please. No rest for the wicked, huh? What you need? Robert, my father. Én nem tudom, hogy hogy öljük meg Sean Bean-t. Some, sure. Mostly the electronics. Méghozzá egy Kronstadt pennel. Monitoring elements, things like that. Right. And everything. Ne így szelfizgess már, hát hihetetlen. With the car, you mean, right?
Hol a fegyverünk, srácok? Hol az aktatáska? Emlékszik valaki közületek, hogy hol hagytuk az aktatáskát? Basszus. Az öltözőbe? Köszi. Igazából te maradhatsz itt. Mi van itt? Jó? Na nézzük, milyen lehetőségek vannak a másikban. Abban a figuraként ide ki tudnék állni. Hát nem tudom, hogy kell-e még feszítővas, de felvettük. Holy shit! Szava. Jó. Ja, nem látom itt amúgy az aktatáskát. Sorry, don't mind me, I'm just a fan. Végül is fel akartunk menni. A diszkó gömbök is bárkire ráeshetnek, ugye? A VIP társalgó. Chili szószt meg lehet mérgezni. Hívós társasjáték. Média lakosztály. Na. Ez most nem tudom, mi lesz jó, de csinálunk ilyet, jó?
the chai. Ha, és most megálltott az ajtóban. Sajtos. Weird. Na, ragudjál. Oh, ja, hogy ide vitték. Aha. 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 Mégsem, nem tetszik, hogy ott hagyjuk a pisztolyunkat. És akkor mi van, hogyha nyomunk egy ilyet? Csak. Jó. Na. De hogy most ez miért jó, ne kérdezzétek. Lecsaptuk őket. Le vannak csapva. Fú, basszus, itt nagyon sokan... Modern fecskendő, ez ugye benne volt. Orvos tudomány. Why is it always me? That's enough. What the hell? Jó. Én ezt az opciót láttam, srácok. Oh, hello there. Just take a seat. We're very busy right now. Köszi a kulcsot. Valós menetrend. Hívja Sierra-t a sürgősségre. A versenynek vége kell, hogy legyen. Uh-huh. Minden te... Hát amúgy én nem tudom. A
Ott a biztonsági ruhánk. Na. Halálos fecskendő, asztorot. És a patkánymérgeket már elhasználtuk. Végül is. Jaj. Hát, itt mindenki felismerne így minket. Jó. Ez akkor nem jó. Vissza. Már van két halálos fecskendőnk is. Halálos méreg pirula. Be lehetne öltözni orvostudományosnak. Az a gond, hogy most így ebben a szerkóban át tudunk-e menni a túloldalra? Mert hogy ez ugye izé. Nézzük csak meg. Ez micsoda? Ez rendezvény biztonsága. Hát inkább ebbe a kompromidált cuccba megyünk át. Jó, másik irány, srácok, másik irány. Én úgy érzem, hogy ezt a részt itt átnéztük. Nem tudom, ti hogy vagytok velem. Van egy olyan érzésem, és most jöhetne a másik. És jöhetne a bal oldala a térképnek. Itt. Az mi? Az mi? Ja, még egy ásó. Nem kell. De sejket amúgy ti láttatok, mert akkor, mert hogyha nem, szerintem, aha, jó. Hát igen, kompromitáltak vagyunk. Az baj. És hogyha mondjuk átöltözünk rá, az opciót nem dobja fel. Na ugye már ezt használjuk. Száva cucu, csákolom majd. Igen, itt jó, igen. Eldobott át a versenybíró. És ugye most az a gond, hogy... Aha, szóval ezt így be tudjuk törni. Hát lebuktunk ugye, hogy minket keresnek. Kicsit nehezebb lesz így a mozgás.
Például akkor ide már be tudunk menni. Ki volt az? Fú, akár. Nincs kulcsunk. Majd most. Szerintem ez fontos lesz. Srácok. Fontos lesz ez a motorcsónak kulcs. Ja, ott van még két, hát amúgy jó pár dolog, amit így meg lehetne nézni, de hát... Az van, hogy inkább az expóra kéne bemenjünk, nem? Ja. Azért durva, azt hittétek, hogy így meglövöldöztek és baj lesz. De oké, sok vagyunk. Az igen, rendezvény, biztonság, igen, shot is van itt. Biztonsági terület. És senkinek se vagyok gyanús. Ez jó hír. Hát van, ennyi lövöldözésben már belehaltam. Ja. Az biztos. Igen, ez megvan, hogy hol van. Expo szoba, akvárium. Aha, itt ahogy látom, megjavították a kocsit. Soha nem voltam itt. Azt írja, hogy illetéktelen behatolás. De most mi? Az, hogy belőltem a kocsiba? Szekus csákó. Igazából szekus csákóként jó lehetnék. Meg kéne nézni, srácok. Ja. Szerintetek jó döntés? Ólomcső. Itt kezdtünk. Ja, sejk akarok lenni. Ha azt mondjuk nem, akkor nem fogod megcsinálni?
Költői volt a kérdés. Ted Mendez személyi igazolvány. Én már nem is emlékszem, ki ez a Ted Mendez. Illetéktelen behatolás. Húha. Húha. Csak dolgozok. Na jó. Vissza kell szerezzem azt a másik áruát. Hol is van? Még akkor is, hogyha kompromitált, még akkor is lehet, hogy ezzel oda tudom mennem. Yeah. Oh, that reminds me. The Kronstadt security system is really good. I should get one. Nem is emlékszem, itt voltunk bent. Aha, voltunk bent. Let the pros do their job, okay? Yours, isn't it? Android célzási rendszer, Ted Mendez. Azt tetszik ott. Hát nem tudom, ez hogy működik. Nézzük, elviszünk. Nem baj. Hadd vigyel. Nagy a baj.
kinek a, valami személyi igazolvány, valami Derek személyi igazolvány. Do this kind of thing for fun. Mark Farbam. Áj, basszus. Istenem. Szemcseppek.
possibly the victim of a crime. Vissza kell vegyük azt a ruhát, a tudós ruhát. Ez mi? Elektronikus hozzáférési dongle. Nem látjuk már, hogy honnan megy ez a cucc. Szavasz, madaré. Nem tudom, hol lehet a Sean Bean. Most már az a helyzet, hogy már azt is elvesztettem. Yeah. Robert and his daughter are both here. You remember I told you how they were whenever they were at events together? I'm literally doing everything I can. Asszisztens iroda, Robert iroda. He's fine. Hey. Acts like a rebellious teenager. You got my first assignment for Kronstadt? I haven't seen your face before. Yeah. Got signed on for this event last week. Még olyan Kronstadt pent se találtunk. Just met a couple of ex-Cicada buddies. Well, apparently they split the group of nuts. Ja, egy ideje már itt vagyunk ezen a missionon. Konferencia szoba előttünk. Hey, hope the research is going well, sir. A lot of moving parts included in this, but it's totally achievable. I'm on the case, biting down hard on this to get what you need. All right? All right. Fascinating, Mr. Reddy. I should like to go over all the files myself at some point. Na, azt a kávét amúgy meg lehetne mérgezni szerintem. I think I need to stretch my legs for a few. Keep at it. Sure. Yeah, I'll just hang here. I got some other things I need to circle. Most már ugye van halálos izénk. Semméletileg az már működni fog. Viszont ez a kávés pohár megmérgezése nem tűnik a legjobbnak. Sűha! Sűha! Oh, bocs. Hey, whoa, space bubble, buddy. Just play along. Just another sale. Sure, it's not necessarily complicated.
Ja, ja. Ez jó lehet. Ez jó lehet. Na gyere. Gyere barát. Próbáljuk még őt is ide csalni, hát ha sikerül. Nagyon kíváncsi vagyok. Aha. Jaj, ne. Ne már. Ha. Igen, már nem tudlak elrakni. Oh, man, this sucks. No way. No way, pisztolántok. Na most mi? Ja, és itt van a főn is. Where did that clown Reddy go to? Oh well, with any luck, someone strangled him and dumped him in the bushes below. Maybe now we can get some actual work done. Okay. That's actually useful information. Hi there. Right, I'm back. Let's carry on. Pavel Sukhov and Knox go way back. Sukhov's older brother. Neki ilyen, ilyen izgi ez a... Hey, you, what are you doing? Jó. I think I'll just head over to that new fella and have a look at the equipment. I'll come back. Yeah, let's touch base later on then. Ojoj, holtesteket találtak? Ojoj. Jó fickó, azt mondta, hogy átmegy a jó fickóhoz. A jó fickó az valahol erre volt, nem? Igen, Android laboratórium. Az a gond, hogy Markról kéne ide, itt fotó. How you been? No.
tolla lőni. Aha. Na de hogy utána hogy menekülünk el, azt nem tudom, de ott a toll. Ha és itt lehetne sniper killeket csinálni. Maybe we can use some of Nox's octane booster here. Combine it with magnesia. Don't move. Do not even flinch. Put your hands up. Keresse meg a kijáratot. Jó. Nem látunk sejgeket. Iszonyatosan sokat voltunk itt a pályán. Nulla csillagos. 1 óra 44. Nem célpont büntetés. Jézusom, mint hogy Jézusom, Jesus, nulla pont. Oké. Okay. Miami szint 2. Lockpick MK2. Igen. Jó, hát ez... Igazából azért gondoltam, hogy most már ezt így megcsináljuk, mert legalább történik valami. Történik valami még akkor is, hogyha... Még akkor is egyébként, hogyha most ez így ilyen lett. Azt nézzétek, most már úgy néz ki, hogy több felszerelést tudok becsempészni, vagy ez eddig is ilyen volt? Szerintem amúgy azt oldottuk fel, hogy most már több felszerelést tudunk becsempészni. Úgyhogy hát végül is haladtunk. Jaj... Srácok. Fú. Hát kipróbáltuk. Megnéztük, srácok. Megnéztük, hogy milyen ez a Hitman 3. Milyen a World of Assassination. És belekukkantottunk ebbe az Undying Pack-ba, ebbe az Ouroborosos küldetésben. Hát... Látjátok, legalább lehet folytatni, mert ki van szúrva a szemem. Ki van szúrva a szemem, és lehet, hogy majd tudunk találkozni sejkekkel. Amúgy rohadt jó ez a Hitman. Nem tetszik, hogy egy csomóféle lehetőség van. Nyilván most ez egy olyan mission volt, ahol egy lehetőségünk volt. Egyetlen egy lehetőségünk volt. És azért örültem, amikor elkezdtek ránk tüzelni ezerrel, hogy túléltem, mert hogy ha meghalok, akkor ugye 12 óra múlva tudom ezt újra próbálni, és menteni se lehet, szóval örülök, hogy azért egy mentéssel ennyi mindent fel tudtunk fedezni még akkor is, hogyha igazából csak körbejártuk a pályát. De meghalt a célpont, úgyhogy végül is tovább tudtuk vinni a küldetést. Még hogyha nulla ponttal is. Hát, úgy néz ki, hogy ez lett volna a hitmenezés. Rohadt jó volt, remélem, hogy ti is élveztétek. Ami izgalmas lehet, az a roguelike módja, illetve a kampány végigjátszása, és természetesen az elusive targetek megcsinálása.
Úgyhogy egyelőre izgalmas ez a játék. Remélem, hogy tudtam nektek ezzel újat mutatni, vagy hogy esetleg felkerült a kívánságlistátokra, megvásároltátok. Most egyébként akciós, meg ahogy mondtátok, jó párszor akciós ez az egyébként 70 eurós játék. Hát köszi szépen a figyelmet, és természetesen a kiadónak a lehetőséget, hogy ezt így meg tudtam nektek mutatni. Jó lenne még egy kicsit többet hitmenezni.